Immáron több mint egy hete szinte menetrendszerűen érkezik meg az esti vihar Kecskemétre és az Alföld nagy részére. Medárd napján esett, így a népi hiedelem azt tartja, 40 napig esik majd. Higgyünk-e a jóslatnak? Ország Ferenc okleveles meteorológust kérdezzük erről, és hadd kezdjem azzal a kérdéssel, hogy Kecskemét lopta be csak magát ennyire a viharisten szívébe, vagy az egész ország kapja az égi áldást? Jó estét kívánok, köszöntöm a tévénézőket. Válaszolva a kérdésre, azt mondhatjuk, hogy az egész Kárpát-medencében hasonló időjárása jellemző az elmúlt, hát bő másfél hét letelte óta. Azért a tegnapi vihar az egészen kiemelkedően durva volt. Láttuk ugye a híradóban is a képsorokat. Talán az egyik legfontosabb kérdés, ami sokakat foglalkoztat, hogy honnan érkezik ez a sok csapadék? Alapvetően a térségben most már másfél-két hete egy meleg, nedves, labilis légtömeg van jelen, és ennek a meleg, nedves, labilis légtömegnek a jellemzője, hogy záporok, zivatarok érkeznek vele együtt, vagy illetve belőle. Az idei nyáron eddig mennyi csapadék hullott le Kecskeméten? A mérések mit mutatnak, vagy az elmúlt időszakban? Hát ugye volt itt egy nagyon gyércsapadékú tavasz, egy április, majd ezt követően májusban már azért úgy elkezdődött lehullani a csapadék, akkor még csak olyan 55 mm csapadék hullott le az OMSZ helyi mérő állomása szerint, viszont ezt követően júniusban már, most ugye június közepén tartunk, júniusban eddig bő 130 mm csapadék hullott. Ez szélsőségesnek mondható egyébként az előző évek tükrében? Ez több mint a sok évi átlag. A sok évi átlagban egy ilyen 110-120 mm-nek kellett volna lehullania. Na most ez egy 1981 és 2010 közötti átlag. Ennél már azért az elmúlt években is szélsőségesebb volt, hol több, hol kevesebb. Tehát ehhez a referencia átlaghoz viszonyítva is már valamivel több, illetve az elmúlt éveknek a viszont már aszályosabb nyár kezdetéhez képest pedig már jóval több. Mikor lélegezhetünk fel ebből a sok esőből? Úgy tűnik, hogy most a következő egy-két napban lesz egy kis lélegzetvételnyi idő, ahogy említette. Úgy tűnik, hogy péntek, szombat lesz az a két nap most a héten, ami egy kis, hát a csatornarendszert is és minket is lélegzetvételhez juttat, és ezt követően vasárnap, hétfő, kedden újraindul a délutáni záporos, zivataros időjárás. Viszont ezt követően majd a hét második felében, szerdától, csütörtöktől várhatóan egyre jobban csökken a záporok, zivatarok kialakulásának az esélye itt a középső ország részben. Ugye voltak a szájos időszakok már idén, voltak áprilisi fagyok, most meg itt van ez a nagyon sok eső, ami ugye sokakat bosszant. Ez a sok időjárási jelenség miért ilyen szélsőséges? Egyáltalán mondható-e annak mondjuk az elmúlt 10 évhez képest? Hát ugye kezdjük azzal, hogy ha esik, akkor van, akinek az nem jó, hogyha nem esik, akkor valakinek az nem jó. Tehát mindig lesz valaki, aki elégedetlen lesz az időjárással, és mindig lesz olyan, akinek meg még több kellene belőle, akár a szárazságból, akár a csapadékból. Most valóban az aszályos időszak meg volt idén, ez az áprilisi időszak, amit már említettem, ez nagyon csapadékszegény volt. Itt összesen néhány milliméter esett le Kecskeméten az egyébként szokásos 40 pár milliméterhez képest. És ehhez képest májusban már ugye elindult a csapadék hullás, bár még mindig nem annyi, amennyi kellett volna, meg nem olyan intenzitással, amilyen kellett volna, de leginkább legtöbbször csak azt vehettük észre, hogy úgy elverte a porát az eső az utaknak, földeknek, tehát nem az volt az, ami kellett, ez az igazi jó áztató eső a mezőgazdaságnak. Most ehhez képest azért júniusban már megérkezett a csapadék, tehát jól beáztatta a talajt, most már az a probléma, hogy egy kicsit sok is, több, mint ami kellene, több, mint amit a föld el tud szívni, tehát már több helyen áll a szántóföldeken is az eső, ami azért már a gazdáknak is sok. Egy meteorológus egyébként mennyire lát előre az időben, tehát mi az, amit még
nagy pontossággal meg lehet jósolni? Alapvetően egy ilyen 3-4 napos időintervallumot szoktunk erre mondani, hogy ez a 3-4 nap az, amiben úgy viszonylag jó közelítéssel meg tudjuk mondani az időjárásnak az alakulását. Most ez természetesen függ attól is, hogy éppen milyen időjárási helyzet van. Egy anticiklonban általában akár bő egy hétig, akár két hétig sem változik jelentősen az idő, akár télen, akár nyáron beszélünk róla. Viszont hogyha ciklonátvonulások vannak, frontátvonulások vannak, akkor pedig még akár ennél rövidebb, akár egy-két napra is csökkenhet az előrejelzhető időjárás. Egészségügyi szempontból, hogyha az elkövetkezendő időszak időjárási jelenségeit nézzük, mire figyeljünk oda, vagy kik azok, akiket esetleg jobban megviselhet majd az elkövetkezendő időszak? Hát itt azt szokták mondani, hogy az áporok zivatarokhoz csatlakozó időnként erős szél, zivataroknál kifutó szél jellemzően, bár ez rövid ideig tart, de az erős szél általában megterheli azoknak a szervezetét, akik migrénes panaszokkal küzdenek egyébként is, illetve a görcsös, reumás fájdalmakat felerősítheti. Bár megmondom őszintén, én annyira az orvos meteorológiában nem vagyok jártas, azt elmondanám, hogy a jövő héttől kialakuló anticiklon, ami hozza jó időt, nyarat, felmelegedést, ki mit szeretne hallani ezekből, az egyértelműen ugye erős felmelegedéssel járhat, ez megterhelheti a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét, illetve az idős embereket. Ugye nagyon sokaknak keresztül húzza most ez a sok eső a nyaralását. Mi az, amit el lehet mondani, hogy a nyár melyik időszaka lesz az, amikor már biztosan el lehet menni nyaralni, mert jó idő lesz? Hát alapvetően elmondhatjuk azt, hogy ez a június, ez a sok évi átlagnak megfelelően csapadékos, tehát alapvetően nem júniusra kellett volna egyébként se tervezni a nyaralást, hanem az igazi nyár, az mondjuk azt, hogy a szeptemberig terjedő időszak egészen mondjuk július közepétől. Egy kicsit mesélj még nekünk a munkádról. Pontosan mivel foglalkozik egy okleveles meteorológus, illetve itt Kecskeméten belül hogyan működsz te? Egy meteorológus az időjárásnak az előrejelzésével foglalkozik, és én is ezzel foglalkozom most már 5. éve, mióta végeztem az egyetemen, illetve már azelőtt is elkezdtem egy kis kecskeméti időjárás előrejelző oldalt, weboldalt, és hát én ezt csinálgattam mellékállásban, másodállásban, illetve még egy időjárási állomásokkal foglalkozó cégnél dolgoztam, illetve dolgozom most is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, köszönjük, és beszámoltál nekünk az elkövetkezendő időszak várható fejleményeiről, és további sikeres munkát kívánok neked. Köszönöm szépen, viszontlátásra!